De jó, hogy jöttél, köszöntök itt a stúdióban. Szia, Zero! Még egyszer akkor. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. 2023-2023-01-01. A számok mit mondanak, milyen lesz ez az? Hát ugye a numerológia az asztrológia társadalománya, tehát minden szám egy bolygót jelent, és ugyanazokat az analógiákat, tulajdonságainkat, mint amit a horoszkópban értelmezünk. És hát ugye minden naptári évnek megvan a maga rezgése, energiája, és ugye most véget ért a 2022-es év, ami a számok összeadásából hatos kaptunk. Ez a Vénusz bolygó volt, és az volt a 2022-es évben mindenkinek a feladata, így globálisan emberiség szinten, hogy az anyagi biztonságunk megteremtése és a megőrzése. És mint látjuk, azért tapasztalhattuk, hogy nem ez kicsit nem forgott veszélyben. Sőt, szerintem még azért. A 2023-ból pedig ugye egyel többet kapunk, ez a hetes szám, ez pedig a Szaturnusz bolygó. És én tavaly még optimista voltam az ügyben, hogy remélhetőleg, és mindannyian remélkedtük is abban, hogy ez a háború, ami kirobbant itt mellettünk, véget ér a tavalyi évben. Én nem akartam hozzátenni azt, hogy ha nem fejeződik be a háború, akkor a hetes év következik most 2023-ban, ami a Szaturnusz éve. Hát nehézségekre lehet számítani. A hetes szám, a Szaturnusz az a karma, a korlát, a feladat, a szűkítés, az akadályok, és összefogottnak kell lennünk. Nem túl könnyű ez az év egyikünk számára sem, de látjuk, hogy milyen a világhelyzet, ez így alakult az életünk. Annyi van viszont, hogy arra kell használni ezt az időszakot, majd ezt a most következő nem könnyű évet szerintem, amire alkalmas, amire lehet is. A Szaturnusz analógiája a céltudatosság is, a cél analógiája is, és ebben az évben hosszú távú terveket kell készítenünk, nyilván a mi személyes életünkben is, de ugye most általánosságban globálisan beszélünk erről a dologról. És ami azt jelenti, hogy valóban, mint látjuk, a világ miről szól, ugye az érdekérvényesítésről szól, és minden háború arról szól, hogy a világ a föld kincseinek a megszerzéséről szól, és nagyon komoly figyelmeztetéseket kaptunk, és nagyon nehéz helyzetben van mindenki, főleg itt Európában, hogy mi lesz a mi létezésünkkel, az energiaforrásainkkal. És pontosan itt az idő annak, és ez is a dolgunk többek között, hogy megalapozzuk a jövőbeli hosszú távú céljainkat, elkezdjük ezeket elindítani, és megteremtsük a saját erőforrásainkat. Új alapokra kell helyezni az életünket, és sajnos a Szaturnusz azt jelenti, hogy kapjuk a korlátokat, az akadályokat. Van benne hiba lehetőség is, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk egymásra is, és közösen együtt a saját életünkre is. Hosszú távú terveket kell készíteni, vagyis most kitaláljuk itt január 1-én, Erika is, meg én is, hogy valamit szeretnénk elérni, és október végére már meg is lesz. Mire az október, az neked egy fontos idő? Nem, csak hosszú távú terveket. Nem, hosszú távú tervek az... Hosszú távú terveket az évekre előre gondoljuk, tehát a hosszú távú az több évre előre tervezünk. Most erre alkalmas ez az időszak, meg a dolgok átgondolására, hogy hol tartunk az életünkben, mi országos szinten is, vagy a világ hol tart ebben a bizonyos időben, mondhatnám, hogy fejlődésben, de hát a világ visszafejlődik, mert annak idején még abban reménykedtünk, hogy egy boldog élet lesz itt, a technika örömeit élvezhetjük. Jó, ebben még mindig reménykedhetünk legalább. A reménykedünk. Optimisták. Én nagyon optimista vagyok, mindig az is voltam, és nincs is más választásunk szerintem, de azért a természet erői ezt a figyelmeztetést mutatják számunkra, hogy most nagyon észnék kell lenni, még jobban, mint korábban. És egyébként tényleg, hogyha visszagondolunk arra, hogy mondjuk a 2020-as évek elkezdődtek, ugye? Akkor a 20-as szám a numerológiában nem jó szám a tapasztalatok szerint, mert akadályoztatás jelent, hogy mi minden történt már velünk eddig. A 2020-as dátumban duplán megjelent ez a szám, megkaptuk a vírust, bedobták ide nekünk. Ráadásul a számok összegéből pedig 2-2-4-es kapunk, ez a föld száma, de ez pedig mindig nehézséget jelent. Hát elkezdődtek a nehézségeink, és most a 2023-as év egy kicsit érdekesebb, van benne lazaság és van nyitási lehetőség is, ugyanis a 23-as számban és a 2020-as számban ez a kettes szám a hold, ahol a zéró fel is erősíti az érzelmi energiákat. Aminek van egy oldala, hogy az emberek egymás iránti összetartozása azért meg fog maradni, de viszont ha érzelmi alapon döntünk, akkor ebben sok hiba lehetőség van. És nagyon nagy ellentmondás van a 23-ában, mert ugye 2-3-5-ös kapunk belőle, a 3-as szám pedig a Merkur bolygó a numerológiában, a tudatosság, a racionalitás, az 5-ös pedig a Jupiter, a hit bolygója, ami önmagában egy nagyon nagy ellentmondás jelent, és javasolnám mindenkinek tekintettel az év eredőjére, a hetesre, a Szaturnuszra, az összefogottságra, a racionalitásra, a koncentrációra, hogy inkább őrizzük meg a racionalitásunkat, mert ha a hitrendszerünk és az érzelmi befolyásolhatóságunk alapján döntünk, akkor nem biztos, hogy jó döntéseket fogunk hozni. Úgyhogy... Röviden, és még nem értünk a végére, mert most jönnek a keresztkérdések, tehát hogy értem, hogy hosszú távú tervek, meg hogy megmaradnak ugye ezek a kapcsolatok. Na de... Lotto 5-ösöm lesz ebben az évben. Igen, valahol én is arra szerettem volna rákérdezni, hogy azért tehát hogy most tudjuk, hogy globálisan mi várható, de mondjuk
neki, nekem, hogy... Van, te ugye december... Nem mondom, nem. Elemezzük az Erikát. Én félek, azért, mert szerintem ez úgy működik, hogyha most elmondanád, hogy mit gondolsz arról, hogy az én számaim mit mondanak ki, akkor az engem predesztinál, akkor úgy élném az életem, tudva tudattalanul, jó, hogy akkor azokat bevonzom. Nem olyan, mint egy jóslat, de azért talán hát, azért mégis érdemes. Nagyon jót mondta, hogy bevonzod. Tehát a pozitív hit a legfontosabb, mert ha pozitívan gondolkozunk, akkor a jó dolgokat vonzzuk be. Erika pedig ugye február 15-én születtél, igen, ugye? Az pedig az egyik legszerencsésebb szám a numerológiában, azzal még lottón is lehet nyerni, csak úgy mondom. Nem csak numerológus, hanem látnok is. Tehát a 0-2-t és a 15-öt kell folyamatosan. Nem, a 15-i születésnapi szám konkrétan ez a szám egy nagyon szerencsés szám a numerológiában. Azért mondom, hogy ezzel a számmal, aki ilyen napon születik, az a szerencse gyermekének mondhatja magát. Szerintem ezt is elmondhatod. Már jól érzem magam. Tudtam, hogy itt kell kezdeni az évet. Hatos kapunk belőle, ami a Vénusz, és ami azt jelenti, hogy akik 15-én születnek, azok nagyon kedves, barátságos emberek, törekszenek a harmóniára, lássul, a művészi érzék is benne van helyből, a jó kifejező képesség. És nem gyenge szám egyébként, ez egy hogy az intellektussal felerősített 15-6-os szám ez, mert az egyes szám az ego, de az a kreativitás is jelenti, az a napszáma. Ez egy nagyon erőssé tesz téged, ráadásul benne van az 5-ös szám, a Jupiter, a szerencsehozó bolygó, ezért nagyon szerencsés szám ez a 15-ös szám. És ugye a horoszkópban is ugye, ha Jupiter és a Vénusz együtt áll, ami az anyagiakat is jelenti, hát a Jupiter a kiteljesedés bolygója, kiteljesedés jelent, miben? Az anyagiakban, a szépségben. Erika a legjobb példa erre. Köszönöm. Na jó, tehát Erika évek óta ennek a legjobb példa. Amikor elkezdte a szakmát, akkor ennek a példája volt. Egyébként, hogyha numerológiát veszük, akkor meg lehet határozni minden egyes embernek, hogy az ő születésnapjából kifolyólag milyen év vár rá. Abszolút, természetesen. Úgyhogy a születési dátumainkból 9 számunkon is 9 féle személyes évet különböztetünk meg, ezt a születési dátumunk számaiból tudjuk kiszámolni. Értem, de hát ahhoz kell, hogy az adott évnek a számait is hozzávegyük. Abszolút. A születés éve, a hónap és a nap? Nem, a születés hónapja, a születésnapja. Uh-huh. Erika esetében nézzünk egy példát, február 15, ugye? 2 meg 6 az 8, ugye? Van egy 8-asunk, és ehhez adjuk hozzá mindig az adott naptári évnek a rezgését. A jelen esetben neked tavaly volt születésnapod, 2022. február 15-ig. Legutóbb. Úgyhogy abból a 6-os kapjuk, megint csak a 8 meg 6 az mennyi? 14-es, és 1 meg 4, 5-ös kapunk belőle, és gyakorlatilag neked februárban lesz a születésnapod, az 5-ös, 6-os év határa nagyon-nagyon szerencsés időszak az ember életében. Előtte egy-két hónappal már is mondtad, hogy pörög az életed, és nagyon nagy rock'n'roll megy. Nagyon-nagyon szerencsés időszak ez, mint ami a születésnapi számot konkrétan, hogy ott is együtt áll az 5-ös szám a Jupiter és a 6-ös szám a Vénusz. Ez a két jótevő, pozitív bolygó. Szerencsés időszak, ez azt jelenti, hogy még többet fogsz koncertezni, vagy mint amit eddig csináltál, és említetted adás előtt, benne, hogy decembert végig toltátok. Így van, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a 2023-as év valóban beváltja azokat, ha nem is ígéreteket, de a jóslatokat, amit a számisztika mondat veled. Hát mindannyiatok a személyes időszaka a legfontosabb. Most, amiről beszéltünk, hogy a 2023-ból 7-es kapunk, az globálisan vonatkozik mindenkire, de a saját személyes életünk kell, hogy a legfontosabb legyen, és hogyha tudjuk, hogy éppen milyen időszakában vagyunk az életünknek, és együttműködünk a természet erőjével, hogy amikor lehet kockáztatni, mikor nyitva nyílnak a siker kapui, akkor menjünk be rajta, és mikor tudjuk, hogy éppen nehézségekre lehet számítani, mint például most ezzel a 7-es rezgéssel, például mindannyiunk számára korlátokat kell megélnünk valószínűleg, de hogyha ezt összefogunk, ottak vagyunk, céltudatosak és racionálisan nézzük a dolgainkat, és helyes döntéseket hozunk a közös szebb jövőnk érdekében, akkor ebből is profitálhatunk. Azon gondolkodom, nyilván vannak ilyenek egyébként, hogy elmegy valaki hozzád, hogy akkor privátban 1/1-es 4 szem közti beszélgetésre, hogy akkor tessék, zéró, itt vannak az én számaim, mondj nekem valamit a következő egy évre vonatkozólag, és akkor te írsz egy 35 oldalas eszét az ő számaiból kifolyólag, azt ő minden este 3 napon keresztül végigolvassa, és utána egyébként nyilván benne marad az agyában, és akkor figyelni fogja azokat a helyzeteket, amikben felismeri mindazt, amit te mondtál. Szóval, hogy ebből a szempontból neked azért, vagy nektek numerológusoknak, asztrológusoknak van némi felelőssége. Hát nem is kis felelőssége, hiszen a tudás az mondjuk, az egy jó dolog, de nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mi az ember felelősséggel használja a tudását, és valóban a lehető legjobb segítő szándékkal, a tudásom és a rengeteg tapasztalatom alapján segítenek azok, akik hozzánk fordulnak, mert a feleségem Simonyi év asztrológus, mi ezt együtt csináljuk a személyes elemzéseket. Ez egy felelősség, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy valakinek mit mondunk, még ha éppen nehéz dolgokat is kell elmondani, de azt úgy mondjuk, hogy ne beprogramozzuk a rossz dolgokra, mert azt is lehet, és az nem jó dolog, mert ha valamit kimondasz, valakinek valami vészjósló dolgot, az már tudja, azzal már együtt él, tehát erre nagyon kell vigyázni, de kötelességünk, hát nyilván, ha
csak a jó dolgokról kell beszélni, akkor nincs miről beszélni. Hanem hozzánk sok ember fordul, ott problémája van, hogy fölborult a család élete, kirúgták a munkahelyéről, borult minden, hogy hogyan tovább. Olyan volt-e, hogy valaki elment hozzád, kért egy ilyen elemzést, az elmúlt sok-sok évben mióta ezzel foglalkozol, és azt mondta, hogy zéro, ez nekem nem tetszik, csináljuk újra. Ilyen nem volt, ez nem, számok, nem egy... A számokkal nincs mese, tehát az annyi, amennyi. Hogy kezded mondani, előről, nem lehet. Több mint 20 éve a hivatásom a numerológia, és nagyon-nagyon sok visszatérő személy van az életünkben, akik évente rendszeresült van a fontos emberek is, akiknek nagyon fontos tudni, hogy mire számíthatnak a következő esztendőjükben, ez az asztrológiában ez a szolár év, a napvisszatérés, meg a numerológiában a személyes év. Úgyhogy én egyáltalán nem panaszkodom, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez a hivatás. Zero. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Én különösen köszönöm, mert... Én sajnálom, nem mertem elmondani, én tegnap volt a születésnapom. Köszönjük, tudom, igen, egyébként. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönjük. Boldog új esztendőt kívánok.